Szevasztok srácok, egy rövidebb videóval jelentkeznék, amiben GT Online-ozni fogunk, azon belül is a Perikó helyz fináléját fogjuk megnézni, ugyanis a legutóbbi frissítéssel módosítottak rajta egy picit. Ugye ez az a frissítés, amivel a Drug Wars DLC is bejött. Na de, történt az, hogy a Rockstar úgy gondolta, hogy még mindig túl gyorsan, túl könnyen, és túl sok pénzt szerzünk, úgyhogy nehezített a küldetésen, úgy, hogy szemet növesztett az őröknek. Tehát, a frissítés előtt elindítottad a finálét, szembe jött egy őr, lelőtted, nem vette észre senki, tovább mentél, észrevétlenül teljesítetted a rablást. Most viszont, ha ugyanezt megcsinálod, hogy lelősz egy őrt, de nem látta senki, és tovább mész, lehet, hogy 3 perc múlva, vagy 5 perc múlva arra fog sétálni egy másik őr, meglátja a holttestet, és egyből riadót fúj, ezáltal szinte lehetetlen észrevétlenül teljesíteni a rablást. Hát kösz Rockstar, erre rohadt nagy szükség volt, de tényleg, hogy kapnád be. Na de, mint mondtam, szinte lehetetlen és nem lehetetlen. Úgyhogy megpróbáljuk észrevétlenül ellopni a tekilát, mert sajnos azt kaptam meg. A setupokat én már megcsináltam, úgyhogy azzal már nem kell bajlódni. Indítsuk el magát a rablást, és vágjunk bele. Jó, na nézzük. Megközelíteni a szigetet a hajóval fogjuk. A main dokkoknál. A víz alatti alagúton fogunk majd behatolni. Menekülni, hát igazából tök mindegy, main dock. És ezt nappal fogjuk elvégezni. Hát nem tudom, hogy hogy fog sikerülni, mert megmondom az őszintét, hogy még egyszer nem csináltam meg így ebben a formában, ahogy ezt most a videóban látni fogjátok. Mert én eddig mindig úgy csináltam ezt a küldetést, hogy előbb elmentem az alagúthoz, elloptam az elsődleges célpontot, és csak utána pakoltam tele a hátizsákot minden mással. Most viszont ezt megcsavarjuk azzal, hogy előbb a táskát pakolom meg, ahhoz viszont kimegyünk a reptérre. Jó. Hát remélem, hogy ez a csónak ez itt fog maradni. Vagy, ja. Szóval. Reptér. A reptéren van nekem. Hallod? Ne szórakozzál, hogy neki mész az autónak. Jó. Tehát itt van nekem 3 darab pénzt kötegem, meg kokain. Kezdjük először a lenti résszel. Mert az sokkal könnyebb kirámolni, mint a föntit, mert a fönti ezt targoncázni kell, és azt meg utálom. Ez az. Pakolt el a táskát kokóval. Jó, 266 ezer. Három, 34, 3, 48, 3, 66, 3, 71. Akkor most jön az, amit utálok. Targoncázni. Jó. Mász fel. Oda is. Oda is. Ezt vágd át. Elvileg, ha mindent jól csinálok, akkor 15 percen belül leszünk. És az meg ugye kell az elithez. Hogy kapjunk még további bónuszt a rablásért. Mondom, elvileg.
Ez majd attól függ, hogy milyen gyorsan tudom megcsinálni. 476 000. 820. Jó. Hol van az őr, merre van? Pont most jön erre, a rohadt anyját. Jó, megvárjuk, míg elmegy. Pont meg kellett, hogy forduljál, ugye? Jó. Hál' Istennek süket. Jó. És akkor most mehetünk a víz alatti alagúthoz. Remélem a motorcsónak, amit van még, és a víz nem sodort el túl messzire. Hát de egy picit, a kurva életbe. Erre még majd rá kell jönnöm, hogy itt hogyan kössek ki úgy, hogy ne nagyon vigye el a víz. Na. Eddig egyébként egész jók vagyunk, mert a másodlagos célpontokkal már a táska tele van. Most már csak be kell lopakodni a pincébe, és el kell lopni a tekilát. Az hol van? Ah, látom már. Hát ez egy picikét így macerásabb, de ha 15 percen belül vagyunk, akkor nem probléma. Fordulj már, mely ide kell bemenni. Ez az. Vegyük fel a légzőkészüléket, ha szükség lesz rá. Paf. Merülj le. Hol van az a... Ja, ott. Oké, megvan. És akkor ezt vágd el. Hát remélem, hogy a pénz meg a kokó nem ázik el a víz alatt. Ez az. Gyerünk, 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 gyerünk. I once knew an admiral who said that swimming through an undersea pipeline was closest he felt to inner peace. An interesting man. God rest his soul. So, next stop. Jó, bent vagyunk. Na és akkor most jön az érdekes rész, itt nem lőhetek le senkit. Tehát az új útvonal, amit alkalmazni fogok, az erre van visszafelé. Itt fel a lépcsőn. Itt át. Majd itt erre. Itt fel. Így. Őt nem öljük meg. Őt sem öljük meg. És most jön az érdekes rész, mert jön egy őr, aki elkerülhetetlen. Lo vi hace poco. Sí. Seguro se lo olvidó ese pendejo. Lépjél még egyet előrébb. Nekem így is jó. Na! Szóval... ezt kinyitjuk, kis plusz pénz. 548 191. Jó? És akkor törjük fel.
Hú, nem mondom, hogy nem izgulok. Gold, you are at the scanner. The tool we stole from the head of cybersecurity will find partial prints left on the scanner. You just have to cycle through them to match them up to the target print. Ez jó. Egy. Egy, kettő. Egy, kettő, három. Egy, kettő, három, négy. Megvan. Jó. Egy. Egy, kettő. Egy, kettő, három. Egy, kettő, három, négy. Egy, kettő, három, négy, öt. Meg vagyunk. You find a locked door. In my experience, you can also find the key. Success. Good. Now into the elevator. We are almost there. Ott az a drága tequila 900 ezerért. Nem bántam volna, hogyha valami gyémántot vagy pár tucat kellene ellopni. Az úgy jobban nézett volna ki. Na, vágd már rá! Végre. Jó. És akkor most jön haba tortán. Jussunk ki észrevétlenül. Azoknak az új őröknek annyira nem örülök. Remember, there is always time for some last minute shopping before take off. Jó, kint vagyunk. Na, a kinti rész az megint egy érdekes dolog lesz, ugyanis itt, hogyha el akarunk menni a main dockhoz, akkor ki kellene menni eredetileg a kapun. Viszont addig meg kellene ölnöm 4 embert. Motorra ülni és elmenni a dockokhoz. Viszont itt az udvaron autóval körbe-körbe járőrözik egy autó. Vagy egy őr. Tehát őt megöljük. Motorra ülünk. És meg kell ölni az autóst, aki ott megy. Jó. Na, és akkor ha minden igaz, akkor riadó nélkül meg is vagyunk. Úgyhogy most már csak el kell úsznunk. Hogy elvileg megcsináltuk. Az, hogy 15 percben benne vagyunk-e, a videó felvétel ott tart, hogy 13:47. Úgyhogy elvileg jók vagyunk. És minimális volt ugye a gyilkosság, tehát lényegében két embert lőttünk le csak. Nem tudom, hogy milyen messzire kell úszni így, az a baj. Az nem kell, az a recording. Na, ennyi, megvan, kész, észrevétlenül. Mondtam, nem lehetetlen, csak nehezebb. Oda nézzél. Tehát, hogyha így csináljátok, akkor nem vesz észre senki. Na nézzük, hogyan teljesítettünk.
azt mondja, hogy igen. ...11.53. Hacket nem basztunk el. Telitáska, ott az elit. Tehát 15 percen belül vagyunk. Még így is. Mondom, ilyen 9-10 perc környékén teljesítettem leggyorsabban a régi módszerrel. Hát most már az nem működik. Ahhoz két örnél többet kell lelőni. Szóval, srácok, hogyha a Perikó helyzetet szeretnétek csinálni, és nem szeretnétek lebukni, akkor ez az útvonal per pillanat szerintem az egyik legjárhatóbb út. Mert az a helyzet, hogyha... Ja, igen, kocsit loptam. Tehát az a helyzet, hogyha észrevesznek, akkor kapsz kis izét, légitámogatást, tehát így helikopterből lőnek ész nélkül, meg az őrök is rohannak utánad és lövöldöznek. És hogyha nem is halsz bele a sérülésekbe, ugye szórod a pénzt minden egyes találatnál. Tehát az nem jó. Úgyhogy srácok, így lehet teljesíteni az új frissítés után a Perikó helyeztet észrevétlenül. Úgyhogy meglegyen az Elite Challenge. Remélem, hogy tudtam segíteni. Köszönöm szépen a figyelmet. Szevasztok!